a diét a lényeg, ugye, hogy tulajdonképpen egy kibírő étrendet. Sziasztok! Nagyon nem mindegy. Sziasztok! Nyilván mindenkinek személy szerint más és más számít ki. Mi lesz most már? Saját igényei alapján. Aha! Hűteszka! Milyen deszka? Hűteszka! Nem. Skateboard. Skateboard? Ja. Az milyen deszka? Gördeszka. Az az? Kőteszka. Gördeszka? Rajzunk egy gördeszket? Gördeszket. Várjál az. És mivel itt még fontosabb azt sem fogom megemlíteni, ha valakinek speciális igényeimet, például valamilyen tartós betegségben szemben, tehát mondjuk a vesefunkcióig nem megfelelőek. Így van. Az elhízásnak a szövődményei, mint például a kettes típusú cukorbetegség, vagy a vesebetegségek, vagy a dializált betegeknek is, ugye nagyon fontos, hogy mikromakrotárgyak szinten is figyeljük ezeket a személyre szabott limiteket. A cukorbetegeknél például nagyon fontos az, hogy a szénhízás minőségét a fogyasztásnak mondhatunk, hogy a cukorbetegeknek is nagyon fontos. A vesebetegeknél már egyéb kiegészítő információkat is. Csani! Ezért nagyon fontos az, hogy segítsük. Kis hűgör, ez kezik. Akkor most... A működését nagyon számítja egy egészséges táplálkozás, illetve egy egészséges táplálkozás. Tapsulj! Olimpia! Olimpia! Ez az! Kisfiú, indult az olimpiák gördeszka verseny. Nagyon szép eredmény. Ez a program. Remek. 10 pont. 10 pontos mutatás. Aha. Ezek közül a felajánlott mennyiségek, illetve eszközöket különböző kiegészítőként fordítva magunkon. Úgyhogy mindent tudunk alapvetően a testükről. Vajon most egy újdonságot fogok neked mondani? Panő! Ez csak akkor derül ki, hogyha elárult, hogy mire gondolsz, Pani. Arra, hogy a bolygón... Panő! Panni, irányjuk, hogy te a baj. Írjuk le rendesen, jó? Nos, ez nekem valóban újdonság, de még több információt tudhatunk meg az algákról, most következő kis írjuk rendesen, jó? Oké. Bukte! Bukte! Azt tudom mondani, hogy az algafogyasztással a szervezetünk egy csomó olyan hasznos anyaggal van tálalva, amit táplálékkal másképpen nem tudunk bevinni. Tehát ez akkor is kísérés a szervezet számára, nem vagyunk betegek. Nyilván azért, hogy megelőzzük egy betegséget. Ha viszont betegek vagyunk, valamilyen betegségünk, hogy egy egészsége miatt, akkor meg tudjuk erősíteni az immunrendszerünket azzal, hogy az algából többet fogja a szín. Kész van a teó! Kész van a teó! Egy biomédisztó tulajdonosa, aki emésztési gondjaira keresett megoldást. A algafogyasztás azonban a fő esetében nem csak ezt a problémát oldotta meg. Nagyon szép! A te a baj, nem? A te a baj! Mit csinálsz? Ószó ki! Jaj, beszorult a kerék! Meg kell kenni egy kis te a vajjal. Horváth Indi hivatásunk... A te a baj! Te jó vagy! Mit csinálunk? Te jó vagy! A? Aha! Oh no! Oh no! Jaj, kisfiú, megcsúszik a vajon! Jaj! Jaj! Jaj, nem! Ah. Ah.
Ó, puff, a kislány is, jaj, neki megy minden. A szemérek segítségével sikerült az alkohol fosságából, hogy aztán ő maga is segítővé váljon. Most elmondja nekünk, hogyan járt a végig ő a gyújtási vezető utat. Nagyon hosszú, nagyon sok szemben. A családnak az elvesztett. Fóló! Forró, jaj! Az egész életem maga kudarca. Mert ezt az égény megint... Hau, ideg! Jaj, ideg! Egyik forró, másik ideg, jaj! Puff! Ez az összekedem mindjárt. És akkor, mivel hogy nem sikerült... Kis medve! Kis medve, kis medve! Otto! Gyere! Puff, te kérlek, kismedvének! Na, mit csinál a kismedvének? Fáj! Fájt neki, szegény kismedvének. Most már nem is fáj. A kismedve is kipróbálja a gördeszkát? De a baj! Te a baj! Túl gyors a gördeszka! Puff! Még az ablaknak is tökében szegény kis medve. Biztos fáj mindene. Beütött a fejét. Jaj, szegény kis medve. Ez a gördeszka nagyon veszélyes. Főleg, ha a teje baja, megcsúszik. Viszlát! Jelszó! Jelszó! Gördeszka! Teje baj! Jelszó! Gördeszka! Teje baj! Kószába! Gyorsabban csúszik a gördeszka a teabajtól, jaj! Jövő héten találkozunk! Benson is videotaped before a studio audience. Stay with us. The next episode in Daddy Ross Christmas Gift.